Nehéz helyzetben élő családok nyaralhatnak Zalakaroson, a Mészáros csoport legnagyobb karitatív szervezete, a Profili Alapítvány jóvoltából. A társaság idén negyedik alkalommal teszi lehetővé az egyszülős és nagycsaládok ingyenes nyaralását. Zalakarosról Frauenhofer Márta jelentkezett. Zalakaroson vagyunk az egyik hotelben, ez most már állandó helyszíne a nagycsaládosok és egyszülősök nyaraltatásának. A program elindult, a múlt héten szombaton érkeztek meg az első családok, vannak, akik már időközben a mai napon haza is térnek, és érkeznek újak, egész nyáron adódik ez a lehetőség az idei esztendőben is a Mészáros csoport jóvoltából. És hogy miért tartják fontosnak azt, hogy idén is biztosítsák a nyaralást a családoknak, azt már Tóth Krisztinától kérdezem, jó napot kívánok. Jó napot kívánok, köszöntöm én is a nézőket. 2020-ban hirdettük meg először ezt a családi üdültetési programot. Talán mindenki emlékszik, hogy akkor koronavírus járvány tombolt nem csak itt az országban, hanem ugye világszerte, ami különös megpróbáltatásokat jelentett mindenki számára, de talán még jobban a nagycsaládosok, illetve az egyszülősök számára, akik egyébként is nagyobb nehézségekkel küzdenek, és akkor döntött úgy a tulajdonos, hogy valamilyen módon megpróbál ezeknek a családoknak segíteni, hiszen a karantén időszakban ugye generációk szakadtak szét, nem tudtak találkozni az unokák a nagyszülőkkel, és ezen üdültetés keretében újra találkozhattak, és minőségi időt tudtak együtt tölteni. A koronavírus járvány azóta itt hagyott minket, de más válságjelenségek nehezítik ezeknek a családoknak az életét. Infláció, energiaválság, a szomszédos országban dúló háború közvetett hatásai. És azt gondolom, hogy ezeknek a családoknak a számára talán már az utolsó lehetőség az, hogy elmehetnek nyaralni, mert már a családi kasszából nem biztos, hogy futja egy ilyenfajta üdültetésre. Úgyhogy most már negyedik alkalommal hirdettük meg számukra ezt a lehetőséget, és nagyon nagy öröm számunkra, hogy óriási az érdeklődés. Két együttműködő partnerünk, az Egyszülős Központ, illetve a Nagycsaládosok Országos Egyesülete, illetve az ő vezetők említették nekem, hogy már januárban érkeznek az érdeklődő telefonok, hogy mikor jöhetnének nyaralni, úgyhogy idén átlépjük a 10 000 főt, a 10 000 családosok számát, akik részt vehetnek ezen az üdültetési programon. Ez nagyon nagy öröm számunkra. Milyen lehetőséget kínálnak az ő számukra, Zalakaroson, illetve Gyulán? Hát azt gondolom, két olyan ikonikus szállodába jöhetnek el a vendégek, ami egy fürdőkomplexum, közvetlen átjárás van a két hotelnek, mint minden Hungest Hotelsnek a fürdőkbe. Úgyhogy ez már a gyerekek számára, hogy egy óriási kuriózum, és hogyha esetleg az időjárás nem kegyes, és nincs olyan jó idő, vagy esik az eső, akkor is tudnak fürdőzni. Félpanziós ellátást kapnak ezek a családok, ami megint csak azt gondolom, hogy fontos, mert anyának nem azzal kell foglalatoskodni, hogy kitalálja, hogy mit főzön vacsorára a családnak, nem tényleg minőségi időt tudnak együtt tölteni. És hát azt gondolom, hogy mind Gyula, mind Zalakaros esetében, akár az építészeti, akár a természeti örökségek olyanok, illetve a színes programok itt a környéken, hogy tényleg tartalmas 5 napot tudnak eltölteni ezekben a régiókban a családok. Tóth Krisztinának nagyon szépen köszönöm, kedves nézők, mi sok családdal beszélgettünk, és valóban mindannyian arról számoltak be, hogy nagyon-nagyon jól érezték magukat itt Zalakaroson, sikerült pihenniük, együtt játszaniuk, és egy felejthetetlen élményt szereztek.